Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér nézőit. Az elmúlt esztendőben Budapesten mutatták be Újvári Gábor által szerkesztett Hóman Bálint kötetet, amely a nagyívű politikus életpályáját mutatja be. Idén Székesfehérvárra is eljutott, a Városháza dísztermében egy kerekasztal beszélgetés keretében mutatták be a könyvet. Elnökársam és az országgyűlés egybegyűlt tagjainak nevében is mély hódolattal és tisztelettel köszöntöm Magyarország főméltóságú kormányzóját, aki az országgyűlés mai ünnepélyes együttes ülésén megjelenni méltóztatott. Tisztelt országgyűlés! Egészen kivételes törvényintézkedés alapján gyűlt egybe 4 évszázad után ma újra Székesfehérvár ősi koronázó város falai között a Magyar Országgyűlés két háza ünnepi együttes ülésre, hogy Szent István király halálának 900. évfordulóján mélységes kegyelettel és hálával ünnepélyes formában adózzék apostoli első nagykirálya áldott emlékének. Felkérem a miniszterelnök úr önagyméltóságát, 1938. évi 24. törvényszik második paragrafusának rendelkezése szerint hozás méltó kifejezést kívánvár adni annak a hálának és hódolatnak, amelyet Szent István király halálának 200. évfordulója alkalmából. A nagy király soha el nem múló és soha el nem halványuló emlékezete iránt érez, az 1938. évi 24. törvényszik megalkotásával elhatározta, hogy a mai napon megjelenik Székesfehérvár ősi földjén, és az isteni gondviselés iránt érzett hálával, és a történelmi megpróbáltatásokban megedzett, törhetetlen nemzeti öntudattal megörökíti a keresztény magyar államot megteremtő, és a magyarság európai küldetését megalapozó első szent királyunk emlékét. Az elmúlt évben jelent meg az a hiánypotló kötet, amely Hóman Bálint munkásságát, az ellene indított népbírósági pert, illetve Pelének 2015-ös újratárgyalását összegzi, amelyet hétfőn este nagy érdeklődés mellett Székesfehérváron a Városházán is bemutattak. Az Újvári Gábor történész által szerkesztett forráskiadvány, a Ráció kiadó és a Városi Levéltár és Kutatóintézet gondozásában többek között Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával jelent meg. Hogy ez a terem, ahol mi most vagyunk, két ember nélkül egészen biztos, hogy nem létezze, az egyik Hóman Bálint, a másik pedig Csitári polgármester úr. Ő nélkülük most ebben a teremben nem ülhetnénk. Ugye egy kis helytörténetet ismerő polgárnak ez pontos, egyértelmű és világos. Ez a kötet, amiről biztos, hogy nem szól, az alapvetően nem politizál, sőt egyáltalán nem politizál, és kevésbé értékel. Egy olyan kötet, ami nagyon jól, precízen és pontosan szövegűen feldolgozza az alapítéletet, az alapítélethez vezető tanúvallomásokat, jegyzőkönyveket és minden olyan kérdést, ami mind a tudományos élet, mind a jogászi vagy a jogtudományt követők számára fontos alapdokumentumok. Ezeket el lehet olvasni, mindenki saját ízlésének megfelelően értelmezheti és értékelheti. De ott vannak azok a dokumentumok, ami alapján született az alapítélet, és ugyanez igaz a 2015-ös fővárosi törvényszék által hozott ítéletre,
az ahhoz kapcsolódó döntést megelőző perbeszédek, dokumentumok, a tárgyalási jegyzőkönyvek, illetve maga az ítélet is olvasható. Egy nagyon jó kronológiával egyébként, ellátva és rengeteg jegyzettel, hiszen önmagában ez a kötet is mindegy 650 oldalas tanulmánykötet, talán műfajilag lehet így fogalmazni. Mi ezt azért támogattuk, mert azt gondoltuk, hogy kell, hogy legyen egy olyan kötet, ami mindenfajta értékítélet nélkül egyszerűen rögzíti a tényeket, azokat a ténydokumentumokat, ami alapján a bíróságok a múltban, és amennyiben a 2015-öt lehet még a jelennek minősíteni, akkor a jelenben döntéseiket meghozták. Aki veszi a fáradtságot és ezt elolvassa, az pontosan tudja, hogy annak idején miben vonták perbe Hóman Bálintot, meg azt is tudja ebből következő, miben nem vonták perbe Hóman Bálintot. Ez is fontos. És azt is rögzíti, hogy 2015-ben mivel kapcsolatban mentették föl, hiszen nyilván azzal kapcsolatban merültek föl az új jogi kérdések, amik az alapítélet vonatkozásában annak a pernek a tárgyát képezték. Amik nem képezték tárgyát, azok 2015-ben sem voltak ennek tárgyai. Ez azért fontos, mert az azt követő vita jelentős része olyan kérdésekről szól, ami már az eredeti ítéletnek sem képezte egyébként tárgyát, nemhogy a 2015-ösnek. Ezt egykori jogászként muszáj volt elmondani, mert pont azért vettünk mi részt annak idején a ítélethozatal felolvasásakor, mert én magam ott élőben szerettem volna hallgatni, hogy milyen érvelést mond a bíró, mit mond, és mit fog utána nyilván határozatba megszövegezni, és mi lesz aztán majd később a pontos szöveg. Ezek abszolút végigkövethetők ezen a köteten, kordokumentumként is végig lehet őket olvasni, és kinek lehet magának értékelni. Ez a kötet tehát erről szól, ennél sem kevesebbről, sem többről, erről viszont úgy gondolom, hogy hitelesen. Az, hogy mi Székesfehérvár és Hóman Bálint kapcsolata, ebben a teremben ülők jelentős része ennek minden elemét ismeri, majd legalábbis amit így 2020-ban ismerni lehet a történésekből. Azt én sajnáltam, hogy 2015-ben, amikor a vita zajlott, akkor rengeteg olyan ember szólalt meg nem fehérváriként, akinek viszont halvány fogalma nem volt Hóman Bálint és Székesfehérvár kapcsolatáról. Ez világosan kiderült az akkori sajtóhírekből, úgymond tudományosnak álcázott megszólalásokból, nagyköveti látogatásokból, hiszen nagyköveteknek itt kellett elmagyarázni, hogy egyáltalán ez miért merült föl Székesfehérváron, elmagyarázni, hogy egyébként a szobor az nem közterülethez kapcsolódóan, és nem az önkormányzat által döntés alapján került volna felállításra, és sorolhatnánk ezeket a tényeket, amelyek egyébként akkor nem igazán zavartak bárkit is. A szobor ügyre azért nem szeretnék többet mondani, egyrészt én is többet tudnék, különösen a nagyköveti látogatások voltak nagyon izgalmasak és érdekesek, majd egyszer én is megírom az emlékirataimat, és akkor megírom az információforrásokat, illetve azt is, hogy egyáltalán milyen tájékozottsági szinten mozogtak azok a nagykövetek, akik ebben a kérdésben eljöttek Székesfehérvárra, abszolút utasítási jelleggel, tehát nem beszélgetés volt, hanem nagyjából ítélet. De ami ennél azt gondolom, hogy fontosabb, hogy azért nem érdemes az én részemről erről beszélni, hiszen hatályos közgyűlési döntések vannak, hatályos közgyűlési döntések pedig ezt a kérdést akkor egyértelműen rendezték, és semmilyen új közgyűlési előterjesztés és döntés azóta nem született, tehát közterületen ennek a szobornak a felállítására Székesfehérváron nincsen lehetőség. Ebben a pillanatban, mindaddig, ameddig a közgyűlés más jellegű döntést nem hoz. Ilyen előterjesztés pedig évek óta nem készült, és nem is tervezi az én tudomásom szerint senki, hogy ilyen előterjesztés készüljön. Amit én egy kihagyott lehetőségnek tartok a 2015-ös vitában, az azonban az, hogy valójában sem az nem került igazán napirendre, hogy mi volt Hóman Bálint és Székesfehérvár kapcsolata, sem az, hogy mi volt ennek a kapcsolatnak akár a pozitív, akár a negatív oldala. Mert olyan szinten elvitte az érzelem és az indulat ezt a vitát, hogy értelmes vitának ezt akkor tekinteni nem lehetett. Ha valaki erre visszaemlékszik, akkor talán ebben függetlenül attól, hogy ki mit gondol itt a teremben a szobor kérdéséről, hogy támogatta vagy nem támogatta, hát értelmes vitának azt nehezen lehetett volna egyébként minősíteni. Ami ennél szerintem azonban így utólag is fontosabb,
hogy Hóman Bálint, és mindig hozzáteszem, hogy Csitári polgármester úr, aki szerintem a legnagyobb munkát végző polgármestere volt ennek a városnak, ezt én többször több helyen elmondtam, így mit teszek most is. Ő és Hóman Bálint szoros együttműködésben egy olyan évtizedes munkát tettek le az asztalra, ami ezt a várost az álmából fölébresztette, és rengeteg olyan dolgot tettek le az asztalra, amitől Székesfehérvár ma az lehet, ami. Ez igaz az épített örökségre, az épített környezetünkre ugyanúgy, mint a kulturális tereinkre, ha már a szoborállítás helyéről beszélünk, ugye az az épület együttes sem állhatott volna az ő munkájuk nélkül, és egyébként igaz arra az erős gazdaságra is, ami ma a Székesfehérvár gazdaságát Győr mellett a második legerősebbé teszi, hiszen ennek az iparnak az alapjait is akkor tették le. Erre épül bármilyen furcsa a szocialista nagyipar, és erre épül a ma részben egyébként jól működő multinacionális cégek által a világ másik oldaláról tulajdonolt jelenlegi ipar is, amelyik egyébként az önkormányzat bevételeinek jelentős részét mind a mai napig biztosítja. Tehát ez az ipartörténet is ehhez a korszakhoz tartozik. Vannak itt a teremben olyanok, akik ennél sokkal hosszabban tudnának erről beszélni, de biztos, hogy megerősítenék ezt a néhány gondolatot. Ez tehát az egyik oldal. A másik oldal pedig az, ami természetesen abszolút mértékben elfogadhatatlan, ami abszolút mértékben felvállalhatatlan, és természetesen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy soha többet ne fordulhasson elő, ami végis ahhoz vezetett, hogy több mint 2000 fehérvári tisztes polgárt innen elhurcoltak, és jelentős részük ide aztán soha vissza nem is térhetett. Ezért lett volna jó 2015-ben, ha erről a mi történelmünkről, amiről történelmünkről egyáltalán a korszakról beszél, és őszintén azt egyébként azt arra teszi, hogy kinek mihez volt köze, és kinek mihez egyébként nem volt köze. Ezt akkor nem lehetett lefolytatni, ezt a vitát. A vitát félreértés elkerülésével nem politikusoknak kellett volna lefolytatni, akkor sem, hanem a tudományos szakembereknek, de erre nem volt lehetőség, mert olyan indulat lepte el ezt a kérdést pillanatok alatt, ami gyakorlatilag ezt a lehetőséget, ezt elvette. És arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy volt Hóman Bálint tevékenységével, Fehérvárt érintő tevékenységével kapcsolatos tudományos munka korábban is, 2015 előtt is, hiszen volt tudományos konferencia Székesfehérváron egyébként 2010 előtt, alá szeretném húzni a dátumot, tehát 2010 előtt is tartottak tudományos konferenciát Hóman Bálint és Hóman Bálint történészi és székesfehérvári szerepéről, mindenfajta egyébként különösebb indulat nélkül, vagy például 2010 után egyébként éremkiadás is történt Hóman Bálinthoz kapcsolódóan, az is mindenfajta hullámverés nélkül történt meg egyébként Székesfehérvár életében. Ezért ez is fontos tehát ahhoz, amikor ennek az esemény történetnek mindegyik részét egyébként megelevenítjük, hogy ennek a tudományos feldolgozása 2010 előtt, és mondom részben 2010 előtt megkezdődött Székesfehérváron. Ha ezt Fehérvár egyébként maga tehette volna, akkor lehet, hogy ebben a kérdésben máshol tartanánk most. Erre sajnos a múltban nem volt lehetőség. Egy város polgármesterének pedig szerintem dolga az, hogy amennyire lehet a köznyugalmat óvja és védje, és miután ez egy olyan kérdés, ami egészen biztos, hogy ezt fölkavarná, én ezt a kérdést időszerűnek nem tekintem ebben a pillanatban. De az igenis időszerű, hogy a tudomány legyen azt a történelem tudomány, legyen az a jogtudomány, az egy tanulmány kötet vonatkozásában, vagy egy ilyen kötet vonatkozásában elemezzen egy bírósági ítéletet annak történelmi környezetében, és aztán pedig egy másikat később, és legyen elolvasható és mindenki számára hozzáférhető, hogy egyébként mit mondott annak idején, és mit mondott aztán évtizedekkel később egy másik bíró, egy másik bíróság, milyen dokumentumok, milyen jegyzőkönyvek, milyen tanúvallomások alapján hozta meg a döntést. Ezt szerintem kifogásolni senki nem kifogásolhatja, mert ez mindenképpen közelebb vesz bennünket ahhoz, hogy arról beszélgessünk, ami tényszerűen ebben a kérdésben, legalábbis a jogi tudományok tekintetében egészen biztos, hogy tényszerű, mert hogy a hivatalos dokumentumokban ezek a szövegek szerepelnek. A megjelentetésben nagy része volt Székesfehérvár megye jogúváros levéltárának és kutatóintézetének, amelynek igazgatója Csurgai Horváth József a kerekasztal beszélgetés moderátora utalt a város és Hóman Bálint kapcsolatára is.
A város országgyűlési képviselői tisztségét 1932 és 1945 között töltötte be. Szoros kapcsolata volt Székesfehérvárral. Nem utolsó sorban számos forrás melletté most egyet emelnék ki, Csitári G. Emil emlékiratát. Ő is hosszasan ír Hóman Bálinttal való kapcsolatáról, a Túrózsák Szőlőhegyben, ma Mária Völgynek hívjuk, töltött ebédekről, és sok érdekesség van abban a kötetben, ez egy 2013-ban megjelent kötet. Csitári Emil egyébként kétségtelen meghatározó ember volt itt Székesfehérváron, és nem véletlenül hívjuk azt a korszakot, amikor ő polgármester volt, ugye ez 1931 és 41, ezt követően a Várostörvényhatósági Bizottsági elnöki tisztét leteszi, és a főispáni tisztséget viszi tovább. De kiváló emberek voltak körülötte, akit hosszasan az utókor Csicsi Kaka néven szoktak emlegetni, tehát Csitári Gramenec Emil, Csikós Andor, a takarékpénztár igazgatója, Karl József, a szintén egy befolyásos, egyrészt rokon is, másrészt egy befolyásos viril is tag, Kaltenecker Viktor, az ország nemzetgyűlésének, tehát egy korábbi képviselő, de én még hozzátenném azért a Hóman párt helyi erős emberét, legalábbis az egyiket, Kepes János közjegyzőt, akinek nemrég avatták egyébként emléktábláját itt a főutca egyik épületén, konkrétan a Ciszter templommal szemben. Az Újvári Gábor szerkesztette forráskiadvány nem csak az 1946-os a politikussal szemben megfogalmazott első és másodfokú népbírósági eljárás, illetve az az alóli 2015-ös felmentésének bőséges jegyzetapparátussal ellátott iratait, hanem egy Hóman életének legfontosabb állomásait is bemutató részletes kronológiát is tartalmaz. A kötetből megismerhetjük a magyar népbíróságok tevékenységét, a Hóman perek lefolyását. Újvári Gábor felidézi Hóman Bálint hamvainak megtalálását és azonosítását, bemutatja a rehabilitálásának kísérleteiről és történetéről szóló tanulmányokat és emlékezéseket, valamint az újratárgyalás védőjének és bírójának visszatekintését is. Három évtizede foglalkozom a magyar kultúrpolitika történetével, és főleg ugye a 19. század végétől a 20. század közepéig, de részben ezelőtt ezután is, és különösen, ha ezeket a korszakhatárokat figyelembe vesszük, akkor két személynek az élete az megkerülhetetlen, Kléberszwer Kunóra és Hóman Bálintra gondolok itt. Úgyhogy nagyon régóta foglalkoztat ez a probléma. Röviden annyit tudnék mondani, hogy részben ez egy összegzése az eddigi munkámnak, hiszen egy 100 oldalas életrajzi kronológia vezeti be a kötetet, ami azt hiszem több, mint egy szokványos kronológia, annál is inkább, mert nem csak azt tartalmazza, hogy most 1938. március 6-án, vagy bármely dátum alatt mi történt, mi volt a szerepe Hóman Bálintnak a magyar történelemben, hanem rengeteg korabeli újságcikk, nyilatkozat, Hóman Bálint saját későbbi vagy akkori feljegyzései és más dokumentum is szerepel ebben a kronológiában. És ez mint egy váza annak, amit már másfél-két éve elkezdtem, és remélem, hogy ebben az évben végre be tudok fejezni, bár most ebben a pillanatban nem úgy tűnik. Egy Hóman Bálint életrajzot szeretnék letenni az asztalra. Ennek a felét már megírtam, de másfél éve sajnos nem jutottam ahhoz, hogy folytassam ezt a munkát. Ez a munkának az első fele is, mint egy 20 év terjedelmű, tehát már egy viszonylag nagyobb kötetet jelent. A miniszterségéig jutottam el, ha azt nézem, hogy időrendben haladunk, de természetesen sok minden előlegzi már az 1900-as évek elejétől azt, hogy mi fog történni a későbbiekben. Tehát állandóan foglalkoztat a téma, és ha ez a nagy monográfia meg lesz, akkor azt hiszem, hogy ha le nem is zárhatom, de valamennyire
befejezhetem már a Humannal kapcsolatos forráskutatásaimat. Egy-két kiegészítés még én is tennék ahhoz, ami az előbbiekben elhangzott. Tehát valóban így volt a bírósági eljárás, ahogy azt az előzőekben hallhattuk. Én annyiban voltam ennek részese, hogy a szakértői véleménynek a megírására engem kértek föl. Én is csak egyetlen egy alkalommal beszéltem bíró úrra, amikor megtette ezt a felkérést, és utána csak az újratárgyalás után váltottam vele szót, illetve ismerkedtem meg személyesen, hiszen az egy telefonos beszélgetés volt. És hát hozzáteszem, hogy azért volt olyan hosszú az ítélet felolvasása, mert az 95%-ban a szakértői véleményemnek a megismétlése volt. Ami hozzá volt még téve, az a lényeg volt, hogy Humann Bálintot felmentik ennek és ennek alapján az alól, amivel 1946-ban sújtották, és akkor itt következett a szakértői véleménynek az idézése. Tehát ennyi részem volt nekem is az újratárgyalás eredményében. Ami még nagyon megnyugtató volt, hogy az újratárgyalás előtt közvetlenül, mikor az ügyész úrnak bemutattak, akkor ő gratulált ehhez a szakértői véleményhez. Ebből én már sejtettem, hogy mi lesz az eredmény, de persze én sem voltam abban biztos, hogy mi fog történni, tudjuk, hogy végül felmentették az 1946-os vádat. Pontosabban másodfokon már csak egyetlen egy vád alól, hiszen míg az első fokon Humann Bálintot több mindennel vádolta még a budapesti népbírósági tanács, addig másodfokon az országos népbírósági tanács minden vádat egyetlen egy vádpontba sűrűsített, jogegységként fogva fel ezt az egész eljárást, abba, hogy Humann Bálint vezető pozíciójánál fogva, már csak amiatt is háborús bűnös, mert részt vett azon az 1941. évi június 26-i minisztertanácsi ülésen, amely a Szovjetunióval való hadi állapot kimondása mellett érvelt és határozott. Tehát végső fokon ezt az egyetlen vádpontot kellett megcáfolnia a 2015-ös újratárgyalásnak. Ez egy abszolút furcsa és részben abszurd vádpont volt, két okból is. Egyrészt megelőzte ezt egy provokálatlan támadás a Szovjetunió részéről, ugyanezen a napon, 1941. június 26-án, amikor egy gyors vonatot Rao térségében bizonyíthatóan szovjet gépek géppuskáztak, aminek a következménye néhány halott, illetve sebesültek sokasága volt, illetve ezen a napon történt a Kassa elleni támadás, 30 bombát dobtak le Kassára. Máig vitatják, hogy mi volt ennek a háttere, azonban ma már a magyar történészek döntő többsége egyetért abban, hogy szovjet gépek voltak, amelyek végrehajtották ezt a támadást. Valószínűleg oly módon, hogy nem Kassát akarták bombázni, hanem az akkor már a Szovjetuniónak hadat üzent Szlovákiában Eperjest, aminek a földrajzi, a gépből látható földrajzi adottságai hasonlóak voltak, mint Kassáé, tehát eltévedt szovjet gépek lehettek azok, amelyek Kassát bombázták, ma a legtöbb magyar történész így gondolja. Tehát ez volt részben a háttere ennek a minisztertanácsi döntésnek, a másik nagyon fontos előzménye pedig az volt, hogy ugyanezen a napon, még a minisztertanács előtt Horthy Miklós kormányzó már határozott arról, hogy másnap válaszlépések történnek magyar részről, és hogy bejelentik azt, hogy Magyarország hadi állapotban lévőnek tekinti magát a Szovjetunióval, éppen emiatt a provokálatlan támadás miatt. Itt nagyon apró jogi nüanszok vannak, hogy más a hadi állapotban lévőségnek a kimondása, és más az, hogy hadat üzenünk. Nem üzentünk hadat a Szovjetuniónak, máig nagyon sokan ezt állítják, de nem történt hadüzenet, pusztán annak a kimondása,
hogy a szovjet támadás következtében hadi állapotban vagyunk ezzel a nagy hatalommal. És hát mivel Hohmann miniszter volt ebben az időben, természetesen részt kellett vennie ezen a minisztertanácsi ülésen, és mint ahogy végül egyhangulat történt az a határozat, hogy a kormányzónak a már egyébként eldöntött elképzelését, hogy ezt a hadi állapotot bejelentjük, ezt a minisztertanács is jóvá hagyja és elismeri. Ez a döntés történt, Hohmann ehhez valóban hozzájárult, egyébként megszólalásai ezen a minisztertanácson nem voltak kezdeményező jellegűek. Mint ahogy, ha már nálam a szó, még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ennek kapcsán, vagy részben ennek kapcsán, hogy a Hohmann elleni legfőbb vádak azok voltak 2015 környékén, hogy Hohmann Bálint antiszemita politikus volt, és kulcs szerepe volt abban, hogy a zsidó törvényeket Magyarországon létrehozták 1938-tól kezdődően több fázisban. Ehhez annyit tudnék hozzátenni, hogy Hohmann Bálint 1938-tól valóban antiszemita politikusként jellemezhető, ez fölösleges lenne tagadni. Teljesen más típusú volt azonban az az antiszemitizmus, amit Hohmann vallott, mint amit mondjuk a szélső jobb oldal vagy a nyilasok tekintettek magukénak. Nagyon élesen eltért attól, annál is inkább, mert Hohmann Bálint ifjúkorában sokkal inkább volt jellemezhető filoszemitának, mint antiszemitának, amit az is bizonyít, hogy egy olyan gimnáziumi osztályba járt, ahol a diákoknak a körülbelül 70%-a izraelita volt. Maga a gimnázium hallgatósága is nagy részt zsidókból állt. Ennek ellenére Hohmann Bálintot ez az osztály, ma úgy mondanák, hogy osztálybizalmivá választotta. Hohmann Bálint volt az, aki az érettségi találkozókat, a különböző összejöveteleket összehívta. Hohmann Bálint álláspontja még 19 után se változott, miközben 1919 után merem állítani, hogy a magyar értelmiségnek a döntő többsége a mai besorolás szerint antiszemita lett, jó részt a tanácsköztársaság szomorú tapasztalatai nyomán, ebben most nem szeretnék belemenni, de a lényege ennek az volt, hogy a tanácsköztársaság vezetőinek döntő többsége zsidó származású volt, hangsúlyozom a származásuk, mert zsidóságukat tulajdonképp megtagadták, hiszen ateisták voltak és internacionalisták, és őseik vallását is megtagadták. No hát ez az úgynevezett élmény a magyar értelmiség döntő többségét antiszemitává tette, de nem Hohmann Bálintot, akinek az első antiszemita megszólalása 1938. március 6-án volt, amikor az úgynevezett Szentesi beszédében bejelentette azt, hogy zsidó kérdés igenis van Magyarországon, amit egyébként a zsidók többsége is így gondolt akkoriban. És ettől kezdődően volt néhány, de csak néhány antiszemita megnyilvánulása 1942-ig. Ez 4 év volt az életéből, és azt hiszem, hogy sokkal gazdagabb volt ez az életút, és ez a politikai pálya annál, mint hogy kizárólag néhány megnyilatkozása alapján ítéljük el az egész addig és azután történteket az életében. Még nagyon röviden azzal egészíteném ezt ki, hogy 1944-ben ő volt az, aki a német megszállás után és a zsidó rendelkezések és a deportálások, illetve kezdetben a gettósítások, majd a deportálások idején számos zsidó író, művész, kultúrember mentesítését sikerrel kezdeményezte, tehát tulajdonképp ő is szembeszállt azzal, aminek hozzáteszem, hogy ő is részese volt, hiszen kétségtelen, hogy a zsidó törvényeket megszavazta ő is az első és a második zsidó törvényt. De nem akarok ebbe részletesebben belemenni. A lényeg az, hogy ő valóban egy antiszemita politikusnak minősült
1938-tól kezdődően, azonban ez az antiszemitizmus teljesen más volt, mint amit ma antiszemitizmusnak értékelünk. Hogyha röviden akarnám összegezni, azt mondhatnám, hogy szelektív vagy szalon antiszemita volt, akinek a fő célja az volt, hogy a zsidók kulturális életben, illetve gazdasági életben elfoglalt, valóban rendkívül felülreprezentált szerepét szorítsák valamennyire vissza. Ezentúl nem terjedt az ő antiszemitizmusa, ami egyébként nem belső meggyőződéséből fakadt, meggyőződésem szerint, hanem politikai számításból. Hóman Bálint 1946-os népbírósági perének és 2015-ös újratárgyalása kapcsán szokatlan hevességgel lángoltak fel Magyarországon az emlékezett politikai viták, emelte ki hozzászólásában L. Simon László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke. Ezért tartom nagyon fontosnak azt a munkát, amit Újvári Gábor és szerzőtársai, nem csak a két jelenlevő szerzőtársa, hanem a többiek is, akik ennek a nagyívű tanulmánykötetnek és dokumentumgyűjteménynek az elkészítésével véghez vittek, mert valójában ez az a könyv, ami a Hóman képet, a bennünk levő Hóman képet, akármilyen kép is legyen az, akármilyen ítéletekkel és előítéletekkel is viszonyunk a kérdéshez, nagyon nagy mértékben árnyalja. Nagyon nagy mértékben arra kényszerít bennünket, hogy sok-sok mindent, ami Hómannal kapcsolatos, azt újra gondoljunk, és újra értékeljünk, és újra értelmezzünk, és ha ennyit és nem többet aktuálpolitikai dolgokról mondhatok, talán azt a nagy hibát elkövettük, és most többes szám első szemében fogalmazok, szándékosan, ezzel felelősséget is vállalva, hogy nem ezzel kezdtük a munkát. Nem, ezzel, nem, nem, nem azzal kezdtük a munkát, hogy ezt a nagyívű dokumentum kötetet megjelentettük, és nem azzal folytattuk a munkát, hogy ezt a könyvet sok-sok helyen bemutattuk, és aztán részben tudományos, részben pedig ismeretteresztő előadások, tanácskozások formájában a kérdést alapvetően részletesen megvitattuk. Mondhatjuk úgy is, hogy megrágtuk és megemésztettük. Ezt a hibát egyébként sokszor elkövettük, és részben erről szól az én bevezetőm is. Hogy más nem mondjak, a nyírő újratemetési kísérletnél, ami egy óriási nagy fiaskó az elmúlt 10 év emlékezett politikai küzdelmeiben. Már azért ismerem ezt mondani, hogy óriási nagy fiaskó, mert hogy azóta sincsen elrendezve a dolog. Tehát azt gondolom, hogy bárki, illetve mindenkit megillet a végtisztesség. Tehát olyan nincsen, hogy valaki a végakaratának megfelelően nem nyugodhat a saját szülőföldjében, a saját rokonai, a saját hozzátartozói közelében. Ezért, hogyha van, akinek az volt a végakarata, hogy a szülőföldjén, a szülővárosában legyen eltemetve, akkor én azt gondolom, ezt tiszteletbe kell tartani, függetlenül attól, hogy mi a véleményünk az illetőről. Hogy egyébként a történelemnek az ítélete, hogy az utókornak az ítélete pozitív vagy negatív. És annak idején is azt mondtam, amikor az egész kérdés felvetődött, hogy kezdjük azzal, hogy tudományos tanácskozások, irodalmi konferenciák keretében értékeljük az életművet, és tegyük mérlegre azt, hogy egyébként az az irodalmi életmű, amit nyílő mag után hagyott, az az utókornak az emlékezetében és az irodalomtörténészek körében az pozitív vagy negatív megítélésű, és hogy elválasztható az irodalmi életmű az egyébként hibás politikai döntésektől, mert nyilvánvalóan az egy hibás politikai döntés volt az ő részéről is, hogy a Csonka parlamentben továbbra is szerepet vállalt. Varga István ügyvéd azt hangsúlyozta, hogy Hóman Bálint 46-os népbírósági pere koncepciós per volt. 2015. március 6-án a fővárosi törvényszék bűncselekmény hiányában posztumus fel is mentette a háborús büntet vágya alól. Varga István szerint a népbírósági per célja a Horthy korszak elítélése volt. Magyar Nemzeti Múzeumban volt az első könyvbemutató, és nyilvánvaló, hogy azért is a főigazgató nyitotta meg, tekintettel arra, hogy ugye mindenki tudja, hogy Hóman Bálint volt a Nemzeti Múzeum főigazgatója. Most pedig
megint a hely szelleme, ott vagyunk, ahol Humann Bálint országgyűlési képviselő volt. Na, e bevezető után csak annyival szeretnék, hogy is mondjam, polemizálni, hogy ugye, mint ügyvéd és védőügyvéd, én is ott voltam a tárgyalóteremben, és én úgy emlékszem, az urak nem tudom, mennyire emlékeznek, hogy azt hiszem, Laci kérdezte meg tőlem, hogy akkor tulajdonképpen kedvező ítélet születik-e, vagy nem születik kedvező ítélet, és ezt azért is mondom, mert valóban még én sem tudtam akkor ott, abban a pillanatban, hogy a bíróság felmenti Humann Bálintot. És aki ismeri ennek a dolognak a történetét, az tudja, hogy milyen fiaskók voltak az ügyben. Különös, és, ja, és bocsánat, és azért nem jött el a szélső jobb oldal, meg azért nem jöttek el sokan, mert nem tudták, hogy mi lesz az ítélet. Vagy akkor most, hogy gonoszkodok egy kicsit fordítva, ahogy én érzékeltem a másik oldalon, a politikai oldalon, vagy a sajtó másik oldalán, hogy mindenki teljesen megdöbbent szerintem a másik oldalon, hogy Humann Bálintot fölmentették. Mert ugye csak fiaskók voltak addig, és maga az ügyészség sem támogatta az első pillanatban ezt a perújítást, sőt, elmondtam, és most is nyugodtan elmondhatom, hogy a legfőbb ügyészségre hívtak, akkor még országgyűlési képviselő voltam, és megkérdezték, megkínáltak ezzel az, és megkérdezték, hogy nincs-e jobb dolgom, képviselő úr, ügyvéd úr, hogy mással foglalkoztak, mint Humann Bálinttal, mert ez egy rendkívül kényes kérdés, és nem, nekem nincs még emlékiratom, de szerintem koromnál fogom, mert valószínű biztos lesz. Én sem mondom most, hogy ki volt az a főtisztviselő, vagy ki volt az a történész, aki tanulmányt írt a legfőbb ügyészségnek arra, hogy nem szabad Humann Bálintba perújítást kezdeményezni. És nem akarom sorolni, hát a kötetből, ha elolvassák, akkor tudják, hogy is mondjam, nem egy diadalmenet volt nekem ügyvédként sem, egy 20 esztendőbe került, hogy ebből valami legyen, de végre megszületett ez az ítélet, és én pedig csak jogászként azt tudom önöknek mondani, hogy Humann Bálintot 2015-ben a Magyar Bíróság bűncselekmény hiányában felmentette. És nem emlékszem a rendszerváltozás után, hogy volt-e még olyan ítélet, ami a felmentő ítéletet nem veszik tudomásul. Mert itt erről van szó, hölgyeim és uraim, ne kenjük itt a dolgokat. Nem veszik tudomásul egyesek, hogy Humann Bálint semmilyen bűncselekményt nem követett el, hogy az én érettségi tanárom Kristó Gyula professzor úr is ugye gyönyörű dolgokat írt Humann Bálintról, hogy egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb 20. századi középkori történészünket embertelen, bestiális módon gyilkolták meg a börtönben, alázták meg. Ismerik ezt, önök tudják, székesfehérváriak. És ha már mégis azt mondjuk halála után és megkínzása után, és a családja megkínzása után, hogy ártatlan volt, akkor a fene egye meg a rendszerváltozás után csak tudomásul kéne már venni a Magyar Bíróságnak az ítéletét, amely nem részrehajló ítélet volt. A tanulmányból egyértelműen kiderül, a bírói tanulmányból egyértelműen kiderül, egy rendkívül korrekt tisztesség, és én nyugodtan mondhatom önöknek, hogy egyetlen alkalommal a nagyon hosszú ideig tartott a perújítás, nem beszéltem a bíróval. És valóban nem tudtuk az utolsó pillanatig, hogy megszületik a felmentő ítélet. A kerekasztal beszélgetésen elhangzottakat Újvári Gábor úgy foglalta össze, Humann Bálint nagyszerű tudós és kultúrpolitikus volt, aki a nagypolitikában elkövetett tévedéseket. Helye a legnagyobb történettudósok között van. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót, viszontlátásra!